Délután aludtunk egy kicsit a szállodaszobába, mivel én már nem is tudom mióta alig aludtam valamit is. A Barcelonából jövök, amit láthatok az előző vlogokban, és ott szinte ilyen napi 6 és 3 órákat aludtam, az utolsó két napon csak 3 órát, és utána hazarepültem Budapestre, este 8-ra tegnap hazaértem, és csak annyira volt időm, hogy átpakoltam a bőröndömet, a ruhákat, mert még, ja, igen, Milánóból, ahogy láthattátok, Milánóból lefültem direkt Barcelonába, tehát a milános ruhákkal, és hazarepültem pár órára, hogy átpakoljam a ruhákat, a Párizs felsőmikes szetteket, és igazából befejeztem a bepakolást, és csak 2 órára tudtam lefeküdni, és már menni kellett a reptérre, mert a reggeli géppel jöttünk, és úgy gondoltam, hogy a repülőn még tudok 1-2 órát aludni, viszont képzeljétek el, egy csecsemő ült előttem, aki egész úton üvöltött, vagy sikongatott, és egyszerűen nem tudtam aludni, tehát, hogy már ilyen fizikai fájdalmam voltak a fáradtságtól, hőhullámok, remektem, és alig vártam, hogy végre itt lehessünk a szállodaszobába, és aludhassak pár órát. Tehát még egy teljes hét lesz itt Párizsban. Mindent vlogolni fogok nektek, a bemutatókat, backstage-eket, prezentációkat és a várost is. El is készült a sminkem, felraktam egy vörös rúst, és egy ilyen fekete tűrruhát vettem fel, és alatta egy lak nadrágban, és most irány a MAC Cosmetics party. Megérkeztünk a MAC party helyszínére. Nem messze van a Pompidou központtól, és most nézzük, hogy milyen lesz a party. Thank you! Nézzétek, backstage-nek van berendezve a party. Nagyon sok mindent ki lehet próbálni, meg különböző aktivitások vannak. Bejutottunk a Secret Room-ba. Wow! Minden ezüst. Nagyon komoly. I'm Victor, I'm part of the MAC Global team from San Francisco. Wow. So, welcome. Nice. Okay, so my crystallized cavern cave is all celebrating Fix Plus Strobe. Have you guys seen it yet? So check this out. This is Fix Plus with gold in it. Okay, so close your eyes, and 1, 2, 3, this is the Fix Plus pink light. And this is the iridescent white. The reason that I brought it is because it's been, it sticks really well to the Fix Plus. Pink light, right here. We're gonna pick up a little glitter. Nézzétek, mindenkinek itt vannak a polaroid képei, amit a partin készítettünk, és még kaptunk egy goodie bag-et is, nézzétek meg, tele van fixálóval, nagyon komoly. Thank you! A MAC party után beültünk a csajokkal vacsorázni, Magdival és Dórival. Francia hagymalevest fogunk enni, nagyon jól néz ki, és már vágytunk egy kis melegre, mert elég hideg az idő. Most értünk haza a MAC partyról, és unboxingolom ezt a csomagot, amit kaptunk. Nagyon kemény, hogy mennyi fixálót. Szerintem ez több évig elég lesz. Tehát, hogy ez mind az.
Ezek a legújabb termékek, ilyen csillámport tartalmaznak, ezt ki is próbálhattuk a partin, különböző színezés vagy színekbe vannak, aranyba, pinkbe, ez a pink, nagyon jók. Tehát ezek nem csak fixellak, hanem még csillámport is, tehát ilyen highlighterek egyben. És akkor még vannak a hagyományos fixálóik, és még kaptunk ilyen kis travel size-t is. Most nem fókuszál, igen, travel size. És hát igen, itt van a többi is, rengeteg, tehát rengeteg, hihetetlen, hogy mennyi mindent adtak a goodie bag-be. És a borítékba, nézzétek, ups, ezt le is ragasztották, mindjárt megpróbálom fölbontani. Ebbe, ezt akkor készítettük, amikor kisminkeltek az ilyen imitált backstage-be, azt már láthattátok a videóba, és adtak egy ilyen kis kártyát, ahol rajta van a nevem, mit használtunk, és emléknek még készítettünk egy polaroid fotót ott a backstage sminkelésnél, és akkor ő itt a sminkesem. Nagyon jó ötlet, jó lesz emléknek. Nagyon jó volt ez a parti, igazából az egyik legjobb parti volt, ahol valaha voltam így Fashion Weekend. Nagyon profi meg volt minden csinálva. Nézzétek, megérkeztünk a L'Occitane-nak a Flagship sztóriához, és nézzük, hogy ma milyen programokkal várnak minket. Nézzétek a L'Occitane-nak ezt a termékcsaládját, csak itt Párizsban a Flagship Store-ban lehet kapni, mivel azok az édességek, amik nézzétek itt kaphatóak, ezek inspirálták ezeket a termékeket. A bolt nem csak beauty boltként funkcionál, hanem cukrászdaként is. Szerintem ez egy nagyon jó ötlet, szuper kombináció. Előbb kaptam egy isteni kézmasszást, és most nagyon jól jött, mert mióta ilyen mínuszok vannak, annyira kiszáradt a kezem, hogy itt az egyik az ki is sebesedett, és most nagyon jól jött, hogy bekrémeztük, teljesen hidratált lett, és szerintem holnapra lehet, hogy el is múlik ez a kéz száradás. És most megmutatják nekünk, hogy hogyan csomagolják a L'Occitane termékeket, mert mindig gyönyörűek ezek a dobozok, amikbe berakják a különböző cuccokat. Nézzétek, ez az új csomagolása most a L'Occitane-nak. Nagyon szép. És itt van benne a doboz. Oh. És ez most az új, kibontjuk, hogy megnézzük belülről is a csomagolást. Ó, oh, nagyon szép. Most kipróbáljuk a L'Occitane-nak az új éttermét.
Nézzetek, megérkeztünk a Chanel bolthoz, és most bemegyünk, hogy megnézzük a gyönyörű táskákat és ruhákat. Itt vagyunk a Chanel üzletbe, és éppen várunk az eladóra, mert kinéztem valamit, és úgy gondoltam, hogy idén is meglepem valamivel magamat szülinapomra, mert most hétvégén vasárnap lesz a születésnapom, és tavaly a Gucci tornacipővel leptem meg magamat, és idén meg az első Chanel cuccommal. Az egyik álmom volt, hogy egyszer legyen egy Chanel kiegészítő, és ez lesz az első, hogy veszek magamnak egy Chanelt. Majd később bemutatom, hogy mit választottam. Nagyon izgatott vagyok, mert imádom a márkát, most már 2 éve együtt dolgozom velük, és el sem tudom mondani, hogy mennyire örülök ennek a meglepetésnek, amit magamnak fogok ma venni. Nézzetek, ebbe van a számla, ez is annyira szép. Nagyon szépek ezek a Chanel csomagolások. Most bemegyünk egy teát inni, megünnepeljük a születésnapomat. Hosszú nap volt a mai is, és nagyon megéheztünk Dórival, így beültünk egy ázsiai étterembe. Nagyon jól néz ki. Imádom az ázsiai kajákat.